Mint egy falat kenyér úgy hiányzik mind a két csapat számára három bajnoki pont. Annyira mérsékelten kezdte a bajnoki idényt mind a Debrecen, mind pedig a Kecskemét. Ezt az ügyet lerendezte Bognár Tamás. Kapus is felállított az ő szemszögéből a sorfalat. Szakály beemeli a labdát, és Pekorát védett végül Tuivel. Az első komoly lehetőség gólszerzésre. 11. perc vége. Megpattan a labda. Óriási szerencsével megúszta végül is a Kecskemét. Lovrics rúgja előre. Mészárosnak kell figyelni. Bebétó belép elé. Bebétó, és belelövi a kapusba. Hatalmas zicser volt, de pont telibe találta. Belerúgta Novakovicsba a labdát. Savic, Bebétó. Balázs elé pattan. Bebétónak beemeli. Rossz a felszabadítás, és megcsípi végül is Novakovics Savic lövését. Újabb helyzet a vendégek előtt. Bolász kéri középen. Karan mellett jeszi tovább a labdát, és mellé megy végül a lövés. Átsúszunk már a első félidő utolsó negyed órájára. Szakály lövi be, Tuivel, és még mindig ott van, de már fújt a játékvezető. Ezt is szerencsés körülmények között úszta meg a Kecskemét. Varga, Szakály, egy lövőcsel Fótyikkal szemben, aztán sarokkal ki Jovanovicsnak, Jovanovics ben, adja kulcsát a jel mellé. Bekő Balázs azért dühön, hogy be lehetett játszani középre a labdát, a közönség azért dühön, mert ennyire pontatlan volt a fejes. Varga. Nagyon jó kiugratás. Bebétó kerül helyzetbe, Bebétó és lábbal tudott menteni Novakovics. Remek ütemű kiugratás, de megint elakadt a labda a kapusban. Szidibe felé jön a labda, még mindig ott pattog. Kulcsár visszateszi, lövőhelyzet, nincs lövés. Buadla lövi rá végül, mekkora védés volt Tuivel megint. Lövés is szép volt, és a kapus teljesítménye is, de nézzük Zsidai labdáját középre, és a rövid oldalról Szili belőtte mellé, szembe kapuval. Jovanovics. Varga. Savic. Balázs nincs ellesen, Balázs elhúzza a kapus mellett, és mi lesz vajon? Bebétó pedig nem találja el, 11-es nem volt ezek szerint. Na itt van még egyszer, szó nincs lesről. Balázs elhúzza a kapus mellett, és aztán belefut a kapusba. Érzésem szerint helyesen ítélt a játékvezető, amikor nem adott 11-es, mert ez nem volt az. Korhut. Szidibe, oldalháló. Megint, hát ha nem is egy vereség, de egy vereséggel felérő döntetlen a Debrecen számára.